kedves barátaim! Ugye mondanom sem kell, hogy kutyaidő van kint, nagyon erős szél, és esik az eső reggel óta, egyfolytában hűvös van, úgyhogy egy kis numizmatikával csapjuk el az időnket. Hát a rész 20 filléreseket szeretném nektek egy kicsit másképp bemutatni. Ugye mit tudunk a rész 20 filléresekről? Igazából a forgalmi érméket azt 46-tól 50-ig verték. Hát réznek hívjuk, hát majdnem teljesen réz, ugye 92% a réz és 8% alumínium van benne. A legtöbbet azt 1947-ben verték 18 milliót, a legkevesebbet 1950-ben nem, 1948-ban így van, 5.180.000 darabot vertek. De ugye ezek a forgalmi érmék után aztán még jöttek különböző dolgok, rozettával, citromsárga, itt amit látunk, ez pont az. Tehát van egy olyan sor ebbe is, hogy citromsornak is hívják. Ennek a színe szinte tényleg ilyen citromsárgás. Ebből 47, 48, 50-ben is 2000 darabot vertek mindösszesen. Hát ez a citromsor, ez ugye a gyűjtőknek eléggé kis kedvenc érméje. Ezeket szeretjük összegyűjteni, összeszedni. De 47, 48 és az 50-es. Igen, szép kis állapotban vannak. Egyformán feliratok, elő-hátra azok egyformák, egyedül ugye az évszám különbözik. Aztán ugye folytatódtak itt a dolgok, de nem ezzel, hanem azzal, hogy nekiálltak aztán 1953-ba verni az alumínium 20 filléreseket, amit 1966-ig adtak ki. Hát ugye teljesen más már a dolog, ugye már drága volt a réz, mert míg a réz 20 filléres az 4 grammos volt, az alu az csak 1,25 század grammos. Amúgy a mérete az megfelel, ugyanúgy 21 mm átmérőjű, és a vastagsága is 1,6-es. Tehát tulajdonképpen a méret az megmaradt, csak az anyag változott meg egy sokkal olcsóbb anyagra, ami ugye mindjárt az inflációt is mutatja, hogy ennyire már spórolni kellett vele. Aztán szeretnék nektek még megmutatni egy érmét, amit ide készítettem mellé, ugye a citromsoron kívül. Be tudom állítani, úgyhogy úgy is maradjon. Nekem itt a kamera. De előző részekben már beszéltünk róla, nekem nagy kedvenceim a ilyen egy unciás érmék. Itt fényes eleket látjuk ezen az érmén. A Magyar Tudományos Akadémia tagja volt földrajzi író. 1857-ben az első magyar általános biztosító társaság tagja, és a nevéhez fűződik a hazai biztosítási statisztika kidolgozása is. Nagyon szép nagy érme, 925-ös finomságú ezüstből van egy uncia, 42,5 mm átmérőjű. 2005-ben verték ezeket az érméket. Ez a 61. darab, amit kivertek közülük. Mindenkinek nagyon tudom ajánlani a numizmatikával való foglalkozást, főleg ilyen benszorulós időszakokon ez nagyon jó. És hát ugye a pajtáskodás, a mágneshorgászatos pajtáskodás, azért annyit elárulok, hogy nagyon jól sikerült, igen jól éreztük magunkat. Hamarosan
lesz róla fent videó, úgyhogy tartsatok ki. Mindenkinek nagyon jó egészséget kívánok, vigyázzatok magatokra. Sziasztok!